ebben a művészetben, ahol elsősorban ott adva van a szerző és a rendező antagonizmusa, minden alkotó többé-kevésbé kénytelen visszaélni valamivel. Ha visszaél és fogja. Na halkítom akkor. Akkor halkítunk. Milyen szerepet játszott az életedbe ez az időszak, amikor a Román Televízió magyar adásánál dolgoztál? Hát ez volt ugye a fiatalságom. Szép nagy gallérom volt. Emlékszünk? Mielőtt még konkrétan erre a kérdésre válaszolnék, megdöbbent, hogy mennyire más volt a televíziózás tempója. Hát olyan lassan elgondolkodva beszélgettünk itten, mint hogyha az egész nap a rendelkezésünkre állt volna. Most pedig már is egyeztettünk, hogy mennyi lehet a hasznos. És én viszont ennél előbbről emlékszem rád, annak idején a teljes üvegek csörgéséből, meg tudtam azt, hogy délutánonként azért lehet látni egy jóképű fiatalembert, és mondták, hogy ezt hordja nálunk is a tejet. Mire emlékszel? Egyáltalán erre a felvételre valamilyen szinten vissza tudsz emlékezni? Emlékszem rá, hogy ne. Ez a... Hát talán 77-ben lehetett a Sepsiszentgyörgyi Színházi Kollokvium, az első, és akkor ott nekem ilyen fenegyereki felszólalásom volt, amiben néhány előadást nagyon vehemensen bíráltam, és... De ez olyan, abban az állóvízben ez jó kavics voltam, mert akkor onnantól kezdve erről szólt a vita, és akkor nagyon sokan foglalkoztak rá, még Bukarestben is meghívtak meg. Emlékszem, a Nagyvárosi Színház igazgatója felajánlott, hogy én ott rendezzek egy Szorezkú darabot, ezt később betiltották. Nagyon elememben voltam, és ennek apropóján aztán összehívott Csáki Zoli kollégám egy televíziós vitát, és ennek voltam egyik résztvevője. Úgy látom, hogy középre is ültetett Zoli, mint aki a vitának a nagy gerjesztője. Sok mindennel lehet visszaélni. A néző türelmével, teherbíró képességével, a néző naivságával, a néző műveletlenségével, kikapcsolódásra vágyásával, bizonyos indulatok kanalizálásával és esztétikai eljárásokkal. Cselényi László televíziós rendező szerkesztő 1951-ben született Kolozsváron, ahol a 70-es években pszichológiát, majd Bukarestben rendezést tanult. Szülővárosa Báb Színházában rendező volt, majd 1977-től 4 éven át a bukaresti Román Televízió magyar adásánál dolgozott rendezőként. 1983-ban áttelepült Magyarországra. Itt a Magyar Televízió, majd 1996-tól a Duna Televízió szerkesztő. Cselényi László 2005. februárjától 2010. júliusáig a Duna Televízió elnöki tisztségét töltötte be. Önéletrajzában büszkén vállalja a Kolozsváron tejkihordással töltött időszakokat is. Én a Román Televíziós létem előtt is hordtam a tejet, majd amikor onnan már kirúgtak és állás nélkül maradtam, és mielőtt ide megérkeztem volna Budapestre, szintén tejet hordtam. Nagyon szerettem egyébként tejet hordani, az jó volt, korán lehetett kelni, az ember magára volt, vagy a kutyájával, csend volt még a városban. Sok mindent kellett csináljunk, és megtanultunk sóval vízzel főzni. Ez egy nagyon szegény osztálya volt a Román Televíziónak, alig-alig volt valamink, mindenkit nagyon alul is fizettek, és itt a szeretet, a lelkesedés, az ügybuzgalom, és ha úgy tetszik, nagy szavakat mondok most, de a nemzet szolgálata jóval erősebb volt mindannyiunkban, mint a Román Televízióhoz való tartozás. Igazából nem is éreztük magunkat a Román Televízióhoz tartozóknak, hanem azon belül volt egy magyar adás, és az volt nekünk mindenünk. Az volt a mi kis saját televíziónk. És hát itt készítettem riportokat erről, arról, amarról. Nekem kellett úgymond rendezni különböző színészekkel, különböző verses összeállításokat. Bodor Palinak köszönhetően azért a televíziós játékfilmbe is bele lehetett kóstolni, olykor évente egyet, kettőt ebből is lehetett csinálni.
Most nagy örömmel láttam, hogy megtaláltad egy eléggé homályos, eléggé meggyengült felvételét az Elhagyott szemüvegnek, amit Forró László írt, és én rendeztem. Emlékszem még például a Bojár bűnére, amit Régi nyári történet címen is forgalmaztunk, vagy hát ilyen volt a Toldi, a négyrészes Toldi, ahol a torockói vidék és az aranyos mente szolgáltak díszletül, az aranyos pataka volt a Duna, Torocka és Torocka Szent György voltak a fő helyszínei Toldinak, és a Muzsika Antiqua régi zene együttes zenészei voltak az igricek, akik végig kísérték Nemes Levente előadását, aki előadta a Toldit. Tulajdonképpen ennek a Toldinak köszönhetem, hogy azonnal kaptam állást a Magyar Televíziónál, tehát itt vártak. Az egy ilyen meg nem érdemelt siker volt. Egybeesett persze az Erdélyre csodálkozással, amikor minden, ami onnan eredt, az tiszta volt, és gyönyörű volt, és szép beszéd, és hát emlékszem, hogy arcpirulás nélkül nem lehetett olvasni azokat a lelkes kritikákat, amelyek megjelentek itt a Toldiról. Egy 1982 karácsonyán, négy egymást követő este adta a Magyar Televízió, és hát tényleg nagyon-nagyon szerették az emberek. Kit vadász sérten nyillan, fut sötét erdőbe sajgó fájdal bűvön, ad hideg forrásnak enyhítő vizére, és ezer jó füvet tépni a sebbére. Jaj, de a forrásnak kiszáradt az ágya, az ezer jó füvet író sem találja. Minden ág megtépte, tüske megszakadta, úgyhogy még aléltabb most az Isten adta. Úgy bolyong a Miklós. Nyakán ült a búja, oldalát kikezdte annak sarkantyúja, s mint bezárt paripa, mely fölött az ól ég, szíve a mellében akkét hánykolódik. Bújdosik az éren, bújdosik a nádon, nincs hová lehajtsa fejét a világon. Hasztalan kereste a magányosságot, mert beteg lelkének nem nyert orvosságot, és mint a toportján, ha juhász kergette, magát egy kiszáradt nagy nádasba vette. Hogy emlékszel a régi kollégákra, miután eljöttél Magyarországra, meg egyáltalán azóta, eltelt évek óta? Milyen kapcsolatod van velük? Hát ugye Csáki Zolival nagyon intenzív a kapcsolat, mert voltunk mi kollégák a Magyar Televízióban is, és itt a Duna Televízióban is, mind a mai napig. Bodor Pállal mind a mai napig nagyon eleven a kapcsolatunk, szoktunk beszélgetni, szoktunk találkozni, és hát a legkedvesebb Kolozsváron maradt kollégám Csép Sanyi.
akivel szintén tartom a kapcsolatot. Elfelejtettem például Tamás Gábort megemlíteni, az is egy erős kapocs köztünk, hiszen Bukarestben kezdte, aztán tulajdonképpen a Duna Televízióban teljesedett ki a Kárpát-medence számára. Nem tudom, hogy őt megkeresitek-e, de neki is nagyon nagy alapélménye volt a Bukaresti Magyar Szerkesztőség. Tulajdonképpen ők azok, akikkel a legsűrűbben találkozom. Vannak, hát nem is tudom, a beszéljek erről, vannak súlyosan megrongált, erodálódott, lejáratott és megviselt kapcsolataim is, ilyen például a Xántus Gáborral való viszonyom, akivel én sokat dolgoztam, a legtöbb filmemnek ő volt az operatőre. De hát azóta ugye közismert, hogy neki volt egy olyan fajta szerepe is, amit a legtöbb ember, akiben volt tartás, visszautasított, és ő ezt nem tudta visszautasítani. És miután én is megkaptam Bukarestből azt a jó ötkötetnyi anyagot, amit az én viselt dolgaimról őrzött, a rólam készült jelentésekből a Securitate, és ez csak a Prima Vista első ötkötet volt, mert valószínűleg Kolozsváron vagy Kolozs megyében további tetemes anyagok kerülnének elő. Ebben láttam, hogy milyen rossz indulattal és hányszor jelentett rólam. A román forradalom után filmet készítettél az ott maradt, vagyis az újraindult szerkesztőségről a 9. emeleten. Az volt a címe, hogy Főnix madár a 9. emeleten. Tehát tulajdonképpen visszatértél, és egy elég érdekes módon bemutattad az ottani embereket, akik újraindították a szerkesztőséget. Az egy szép korszak volt, tehát, és ezt nem szabad megtagadni, még akkor sem, hogyha átértékeli a történelem, hogyha utólag úgy tűnik, hogy ez egy operett forradalom volt, hogy jól megrendezett, precíz forgatókönyv alapján. Akkor is azt, ami bennünk akkor lezajlott, ahogy ha átmenetileg is, de egymásra tudott borulni ez a két nép, ahogy hanyat homlok rohant a magyar nép segíteni, és nem csak az erdélyi magyarokon, hanem a szomszédos román népen, amelyik ugye ilyen hősiesen elkergeti a zsarnokat. Az egy nagyon, nagyon felemelő korszak volt, és ezt nem tudja szétrombolni, ezt az illúziót, vagy ezt az érzeményt, az sem, hogy utána jön 1990 március a Marosvásárhelyen, és sok minden egyéb, vagy hogy tulajdonképpen szépen lassan rehabilitálják a Securitatét. És hát természetesen az embert azért nagy boldogsággal töltött el, hogy kollégák teszik a dolgukat, hogy újból létezik a Bukaresti Magyar Szerkesztőség, hogy kezdik kitalálni saját magukat, és hogy van becsületük Románia szerte, hogy a román televízió legalábbis akkor, nem tudom, hogy most éppen milyen periódus van, bár azt hiszem, hogy most elég jó a viszony magyar és román kollégák között, de voltak nehezebb periódusok is a rendszerváltás után. De akkor jó érzés volt látni például Boros Zoltánt, vagy Simonfi Katit a képernyőn bejelenteni, hogy újból létezünk, megint magyarul tudunk televíziózni. Engem akkor a szeretet hajtott vissza, részben a barátság, és részben az a fajta lelkesedés, ami egy utórezgése volt annak a heroizmusnak, amiben többé-kevésbé mindannyiunknak volt részünk. No.
Folytatjuk a Román Televízió Bukarestből sugárzott magyar adásának és szerkesztőségének bemutatását. A viharos 20. század vég megszünteti a romániai magyar nyelvű műsort, de az, akárcsak a főnix madár, hallóporaiból minduntalan feltámad. Minden hétfői adás után megszólal a telefon? Hát szokott szólni. Mert most megszólalt. Szokott szólni, szóladás közben is, szóladás után is. Na most hát hívnak nézők is, és persze néha hívnak a felettesek is, vagy nem. De addig jó, amíg utána hívnak. Mivel szoktak elégedetlenek lenni a román nézők? Hát azzal, hogy már megint mivel állunk elő, hogy már megint őket szídjuk, hogy már szedhetnénk a sátorfánkat, már eltűnhetnénk innen, mert unják. Na és megtüzdelve különnél különb zamatos káromkodásokkal. Hogyan lehet ezzel a másfél órával gazdálkodni? Tehát mi az, ami fontos, hogy belekerüljön, mi az, ami kimaradhat? Ez nem én döntöm. A másfél óra az rettentesen behatárolja az egyes műsorok hosszát, bizonyos műfajokat pedig nem lehet néhány percben elintézni. Ez így van, de nem is a másfél óra a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az, hogy el van osztva a két program között. És akkor az egyes műsora mindig anyagtorlódás van, és a kettes műsora pedig alig tudjuk az anyagokat összeszedni. Bukarestben nagyon kevesen jönnek el fiatalok. Ez is a mi nyomorunk, hogy az emberanyag borzalmasan kevés, válogatni tulajdonképpen alig lehetett. És meg fizetni sem tudjátok őket? Hát fizetni sem tudjuk őket, minimális a jövedelmük. Tehát tulajdonképpen semmilyen előnyöket nem élvez az, aki ide jön a televízióhoz, ezzel szemben elszakad a családjától, albérletben lakik, gyerekeit nincs hova járassa, kilométereket buszozik, metrozik a fővárosban, a fél életét vidéken tölti, kiszállásokon, és ehhez képest mit tudunk mi nyújtani neki. Mit üzennél Duna Televízió elnökeként a romániai magyar nézőnek és a romániai magyar televíziós kollégáknak? Hát most a kérdés első rész az, hogy az ember mit tanult ott? Én azt mondom, hogy nagyon jó iskola volt, de kicsit önmagunk tanárai és tanítványai voltunk. És nagyon méltatlan dolog lenne, hogyha nem beszélnék itt arról a nemzeti szellemű liberalizmusról, amit Bodor Pál honosított meg a bukaresti magyar adásban. Ez másfajta nemzeti szellemű liberalizmus volt, mint bárhol a világon, mert nagyon szűk falak között kellett mozognunk. De emlékszem arra, hogy ugye voltak kötelező dolgok, kötelező penzumok. A magyar adás sem mentesülhetett kicsiben attól, amiben nagyban meg kellett felelni a román televíziónak. És arányaiban ugyanúgy kellett a Kárpátok géniuszának a dicső tetteivel foglalkozni, őt méltatni, vagy a román politika, a kül- és belpolitika nagyszerű lépéseiről tudósítani a magyar nézőket. És ezek ugye olyan kívánalmak voltak, amelyeket senki nem szeretett megcsinálni. De kötelező volt bejelentkezni. És miközben lehetővé tette Bodor Pál számunkra, hogy megcsináljuk az ötleteinket, hogy megcsinálhassuk a Toldit, hogy különböző dramatikus elképzeléseinkkel megvessük a romániai magyar televíziózás alapjait, vagy kitaláljuk a magyar, erdély magyar játékfilmnek a mikéntjét. A régi zenefesztivál, 30 éves. A régi zenefesztivált, hogy nem is volt, ami Csáki Zolinak volt, a táncház, Kaláka. Az egész a Kaláka, az erdély magyar táncház mozgolódást, ami hatalmas fesztiválokán nőtte ki magát, igazi kisebbségi események voltak ezek. Tehát, hogy ezek megtörténhessenek, ezért Bodor Pál
magára vállalta. Tehát mint egy olyan ember, aki pontosan tudja, ez valakinek ezt, ennek a, az átkát magára kell vállalnia, és ő elmondta, beköszönt, elmondta azt, ami kötelező penzum volt. Nos, ilyen körülmények között találtuk ki magunkat. Én azt mondom, hogy mindazonáltal az életnek is nagyon jó iskolája volt, és hogy én onnan egy csomó ilyen praktikus dolgot megtanultam vágásban, kis trükkökben, fortélyokban, tehát, mert tényleg sóval és vízzel főztünk, semmi egyéb nem volt. Azzal én még itt is el tudtam kollégákat kápráztatni. És hogy a sokoldalúan fejlett szocialista embertípusok voltunk, ugye, hogy a Ceausescu követelte meg, azt jelenti, hogy nekünk kell szerkeszteni, olykor még egy kicsit azért a vágáshoz, montírozáshoz, hangalámondáshoz, rendezés, ez mindenhez érteni kellett. Olyan iskola volt ez, aminek én rengeteg hasznát láttam később is, amikor a Magyar Televízióban a válság minden jelen elkezdett mutatkozni, és egyre több embert küldtek utcára, egyre többen menekültek onnan el, vagy maradtak betevő falat nélkül, vagy én ugye rendező voltam, és rendező kollégáim maradtak munkanélkül, mert már nem tudott annyi televíziós játékfilmek, tévésorozat készülni, vagy egyáltalán nem készült már, mint annak előtte. És én simán tudtam váltani, tehát elmentem, és a romániai változások után magam készítettem a riportokat az emberekkel az utcán. Én magam voltam szerkesztője, rendezője, riportere, hangalámondó, hangalá hörgője a saját filmjeimnek. És ezt nagyon sok ember erre nem volt képes. Tehát ilyen szempontból is nagyon jó iskola volt a Bukaresti Magyar Televízió. Azt üzenem, hogy nyugodtan nézzünk fel az égre, és egységes magyar szellemi égboltot figyeljünk. Nincs különbség. Hogy azt üzenem, hogy lehet, hogy én persze egy jobb periódusban, most már 27 éve hagytam el Romániát. Szándékosan mondom, miután Bukarestről is szó van, nem Erdélyt, hanem Romániát. Hogy engem itt nagy szeretettel fogadtak, és fogadtak be, hogy nem szabad közhelyeknek bedőlni, hogy semmivel sem jobb az erdélyi magyar ember a magyarországi magyar embernél. Ezek olyan közhelyek, amelyekkel itt a nem boldoguló erdélyi vigasztalja magát, hogy hát persze, mert itt ezek mind szarok, meg ilyenek, meg olyanok. Nem igaz, teljesen egyformák vagyunk, egyforma bűnökkel, egyforma erényekkel, egyforma tévhitekkel, és hogy minél kevesebb tévhitben élünk, annál tisztább lesz az életünk. És hogy a tapasztalom, és biztos vagyok benne, hogy ugyan a génius lóci és a couleur lokál, hogy magyarul fejezem ki magam, az természetesen működik, és át színeződik a kultúra, de azért a magyar kultúra nagyon-nagyon egységes, jóval egységesebb, mint mondjuk a német nyelvű kultúra. Hogy örüljünk annak, hogy megtettünk 800-900 kilométert, és ugyanazt a nyelvet beszéljük, és tökéletesen értjük egymást, miközben előfordul Svájcban, vagy két szomszédos német tartományban, hogyha nem a központi irodalmi németet beszélnék, akkor egy kukkot sem értenének egymásból. És hogy ezek a különbségek csökkennek, hogy próbáljunk időnként örülni valaminek, örüljünk annak, hogy légiesülnek a határok, és hogy azt üzenem még, hogy tegyünk úgy, mintha összetartoznánk.